Elindulok az utamra, éjjel csendben kiosonok, száraz cipó a batyumba, elhagyom most az otthonom, visszahúz engem a vidék, most leszámolok veled telidért, elengedem a félelmemet, utolsó harcom lesz veled. Dolna felé visz az utam, hogy a nevedet meg tudjam rá. Sugaras éjszakába Sió mentén gyalogolok, a víztükörben meglátom őt, engem bámul, nagyon morog, beleállok én a harcba, álmodnék, de ő nem hagyja, makacs összvér ez az emlék, nem fogadnám, gyenge lennék. Dolna felé visz az utam, hogy a nevedet meg tudjam rá. Felé visz az utam, hogy a nevedet meg tudjam, rád nézek, igen, rád nézek. Kicsi felhő fut az égen, rigó táncol a sötétben, emlékszek, igen, emlékszek. Road Movie projekt keretein belül a hazai legnépszerűbb zenészeket, énekeseket kérték fel, hogy a szívükhöz közel álló városokról, falvakról, térségekről, régiókról írjanak dalokat. Horváth Tomi ennek apropóján írta meg a legújabb dalát, a Tolna felé című dalt, ami az videóklipet is készített, és el is hozta hozzánk, ugye ma itt nálunk először láthatjátok ezt a videóklipet, itt az M2 Petőfi TV-n, és vendégünk Horváth Tomi, szevasz Tomi. Szia Tomi, köszöntünk sok szeretettel. Szervusztok. Emlékszel mindenre, ami a gyermekkorban történt? Hát, nyilván mindenre nem tudok emlékezni, de a szép és jó emlékek, illetve a csúfak és rosszak mind megvan. Tehát, de én azt gondolom, hogy a jó és a rossz az tényleg kéz a kézben jár, és attól leszünk azok, akik vagyunk most, és akik leszünk, hogy mind a kettőt elfogadjuk, és visszük magunkkal. Szóval ez a dal azért nagyon-nagyon érdekes, mert ugye nem csak a szép emlékeket, hanem a rosszakat is feleleveníti. Hogy hallgattam a dalszöveget, észrevettem egy szót, a lidérces szót. Igen. Azért nem egy pozitív hangzású szó ez a lidérces. Ha kicsit mesélnél erről, hogy kerül bele egy ilyen szó? Szerintem pont attól annyira izgalmas ez a dal, mert ambivalens. Tehát a dal hangulat az nagyon vidám, nagyon-nagyon, a refrénre úgy jár a lábad, tehát abba akartam vinni egy pozitív energiát, de hogyha figyelsz a szövegre, és ha olvasol a sorok között, akkor észreveszed, hogy az viszont keserédes. Tehát, hogy a szomorkás, sőt, ez a liderész igazából az én saját magam, úgymond azok a megfelelési kényszere, kisebbségi komplexusok, amikkel küzdöttem gyermekként, és amivel küzdök a mai napig is, mert nyilván vannak ilyenek, ez az a liderész, amivel szembenézek, és nem elfutok előle. Erről szól ez a dal, hogy egyszer mindenkorra beleállok ebbe a dologba.
akkor kicsit olyan terápiás jellege is lehetett ennek a forgatásnak, ahogy így beszélsz róla. Igen, sok Csernus könyvet olvastam a pandémia ideje alatt. Viszont igen, valóban az. Tehát, hogy én nagyon szeretem azt, hogyha önazonos valaki. Én szeretem magamban azt, és a dalaimban azt, hogy ezek a dalok őszinték. És én máshogy nem is tudok létezni csak így. És én azt szeretem, hogyha ilyen őszinte emberek vesznek engem körbe. És hát egyébként a klip szereplői, na, igazi falubéliek voltak, igazi helyi, tehát helyi, autentikus, az ott élő emberek, és ettől annyira szerintem, ettől annyira szuper ez a klip. Tehát majdnem, hogy a reakciók is egyébként életszerű reakciók voltak. Teljesen. Tehát van egy rész, amikor két nagyon kedves nénivel ülök egy padon, én nézelődök, ők meg nagyon elbeszélgettek, és odaszólt a rendezőnek, itt a Tiszeker Dani, odaszólt, hogy hölgyek legyen, és akkor itt a Tamás, és akkor elkezdenek összenevetni. És a fejed mindent elárul egyébként. Hát, tehát, hogy nézd, itt voltam egészen idáig is, hogy tehát annyira jól el tudnak beszélgetni, és hát az fantasztikus, ugye, aki szemfüles kiszúrja, hogy két telefon van a kezükben, és ugye próbálnak szelfizni. Egyébként próbálgatják a mai okos telefonokat, és ez annyira cuki. És hozzáteszem, nyilván ugye vagy az időjárásról, vagy a nokedli szaggatásról beszélgetünk, és akkor odaülök hozzá, és hallgatom, hogy kell szelfizni. Tehát mi az a filter, érted, Marika néni? És akkor imádtam ezt, amit nagyon szerettem. Ettől lett annyira szerethető, igen, hogy ennyire önazonos, ugye te erre mindig törekszel, hiszen hogyha mondjuk visszább görgetjük az Instagram oldaladat, ott is kitettél egy ilyen sztorit ugye a szülőházadról azzal kapcsolatosan, hogy ugye hogy nőttél fel, és arra hívtad fel a figyelmet, hogy nehéz sorsod volt, de ennek ellenére is ugye az álmok, vágyak valóra válhatnak. Igen, én az a helyzet, én nem szeretem ezt amúgy sokszor elmondani, mert nyilván vállalom, tehát hogy azt, hogy szegény sorról jövök, nagyon sokan vagyunk így, nagyon sokan vannak a mai napig nagyon-nagyon nehéz helyzetben, és még rosszabb helyzetben. És én ezt nem is azért mondom el igazából, hogy engem velem együtt érezzenek, vagy bármilyen empátiát váltsak ki ebből. Szó sincs, pont azt mondom, hogy hát aztán, és akkor mi van? Tehát, hogyha nagyon hiszünk, ha nagyon erősek vagyunk, és nagyon-nagyon rendíthetetlenek vagyunk, akkor igenis előre lehet lépni, és ki lehet törni, csak nagyon akarni kell. És mindent meg kell tenni, minden lehetőséget meg kell ragadni. Ez nagyon fontos. Ugye, szerintem. Te is említetted, Tiszeker Dani volt a klipnek a rendezője, és megint csak azt mondom, hogy a szemfülesek észrevették azt, hogy a párod egy-egy képkocka erejéig ott volt a videoklipben. Ez a te ötleted volt, az ő ötlete volt, vagy egyáltalán mi volt ennek az oka? Én nagyon sajnálom a feleségemet, több minden miatt. Tehát soha nem szeret szerepelni, de tényleg nem szeret. És én igazából mindig könyörgök neki, mert nekem az a legkönnyebb, hogyha nem egy gyönyörű modellt berakunk, nyilván az én feleségem is gyönyörű, hazamegyek, olyat fog kapni, ha még egy ilyet mondok, de hogy, tehát, hogy én nem egy modellel szeretnék szerepelni egy klipben, hanem azzal a nővel, akinek írtam a dalt. Nekem sokkal egyszerűbb azonosulni vele, és igen, nálam ő visszatérő elem, tudod, egy olyan, én már úgy mondanám ezt, hogy Isten nyugasztalja Stanley a Marvel filmekben, ő is minden részben ott van, és mondtam annak, hogy te is egy ilyen karakter vagy, mindig vissza kell térned, azt mondta, hogy ennek ő nagyon örül, csak nem szeret amúgy szerepelni, és tényleg én nagyon hálás vagyok neki, és ezúton még egyszer köszönöm, hogy szerepelt, mert egyébként ő nagyon szeret a háttérben megmaradni, és ő tudja, hogy ő ott jobban érzi magát. Viszont mivel én mindig erőltetem, ott van. Még egy nagyon rövid, gyors választ kérnék szépen, hol hallhatunk legközelebb téged élőben zenélni? Még nem tudom. Annyira rövid és gyors válasz, hogy még te sem tudod. Ezt még én sem Tomi, tudom, de nagyon várom tőled ilyen népistílusú dalokat, mert elképesztően jól áll, a Megyfa is ilyen volt, amit a dalban adtál elő. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.